bejött a cseréd. Bejött, igen, nagyon örültem neki, hogy gólt rúgtam, és tényleg, hogy győztes gólt, úgyhogy nagyon fontos meccs volt, nagyon fontos 3 pont. Amíg a kispadról figyelted ezt a mérkőzést, mennyire voltatok feszültek, hiszen azért a mezőkövest, legyünk őszinték, nagyon megnehezítette a Ferencváros dolgát. Hát nagyon, olyannyira, hogy az első fél időben izgultunk, hogy tényleg hogy fog végződni ez a mérkőzés, mert hiába, hogy mi próbálkoztunk, megszövögettük a támadásainkat, de nagyon jól zárt a mezőkövesdi védelem, emellett pedig nagyon veszélyes támadásokat vezettek, úgyhogy nem volt ez egy egyszerű meccs, de még egyszer mondom, nagyon kellett ez a 3 pont. Mivel sikerült felülkerekednie végül is a Fradinak a második fél időben, mert itt is azért voltak hullámzó időszakok. Nagyrészt mi próbáltunk pozíciós játékot kezdeményezni, ebből ők olyan támadásokat vezettek, hogy olykor percekig ugye a mi térfelünkön, a mi kapunk előtt voltak események. Ebbe szerintem egy kicsit el is fáradhattak ebben a rendezett védekezésbe és tolódásokba, valamint tényleg kellettek azok az egyéni villanások, ami nálunk megvoltak, és így megnyerhettük a mérkőzést. Türelmesen játszott a Ferencváros, tehát nem akartátok minden áron az első negyed órában megnyerni a meccset, még hogyha volt is ebben az időszakban is gólszerzési lehetőség. Volt, de olyan nagyon nagy helyzetünk nem volt, pont azért, mert nagyon jól védekeztek és felkészültek ránk, de tudtuk, hogy ezt nem lehet végig így csinálni 90 percen keresztül, úgyhogy próbáltuk tényleg kivárni azt a pillanatot, amikor sikeres lehet a támadás. Jön hozzánk a Vidi, az lesz a legeslegfontosabb mérkőzés, mindig úgy igazából soron következő legfontosabb, de tényleg, ha megnyerjük a Vidit, akkor tényleg elléphetünk, és akkor azt mondhatjuk, hogy megvan a bajnoki cím. Fel fogunk készülni, és reméljük, hogy ezután mi kerekedünk ki győztesként. A forma alapján optimista lehet a Fradi? Meg hát nyilván hazai pályát. Nyilván, én azt mondom, hogy persze optimisták lehetünk, vezetjük a bajnokságot, meg kell nyerni a mérkőzést.